Régebben ezt a mondandómat úgy kezdtem volna, hogy bizony a kor előre haladtával mindannyiunknak számolni kell izületi és gerinc problémákkal, de ez most már nem helytálló, mert bármilyen korosztályban felütheti a fejét. Fiataloknál kifejezetten érzékeny téma, mert sokat nyomkodják a telefonukat, és a nyaki izületek kifejezetten túlterheltek az állandó előrehajolástól. Fáj a háta annak is, aki ülő munkát végez, előbb-utóbb fájni fog a háta és gerincsérve lesz, annak, aki fizikai munkát végez, mindenképpen sorsunk, hogy vigyázzunk rá, és feladatunk is. Nekem nincs nagyon olyan ismerősöm, beleértve magamat, akinek nem fáj valamilyen a nyaka, a gerince, a háta. Milyen megoldások léteznek erre? Létezik a gerincdekompresszió, ami kifejezetten a gerinc problémák kezelésére alkalmas. Régen voltak erre kezelések, a denevérpad és a súlyfüldő, ami egy középkori módszer a mai technológiához viszonyítva. Ezek a modern eszközök már számítógéppel vezéreltek, és minden pontosan beállítható a paciens állapotának és a problémájának a kezelésére. Minden kezelést vagy kezelés sorozatot megelőz egy állapotfelmérés. Ennek kapcsán a gyógytornászok állapítják meg a pontos diagnózist, és állítják be az eszközt arra, hogy hogyan végezze el a gerincnyújtást. Ez a gerincdekompressziós eszköz, ez kifejezetten porckorongsérvre lett kifejlesztve, de a gerinc minden egyéb problémáját lehet vele kezelni, például isiász, lumbágó és más derékfájás betegségek. Alapvetően itt a gerinc nyújtásáról van szó, itt speciálisan beállítjuk azokat a paramétereket, ami a beteg állapotának megfelelő, és ezáltal, hogy dekompresszáljuk a gerincet, nagymértékű javulást tudunk elérni a mindennapi életben, és fájdalommentessé lehet tenni a beteg mindennapjait. Hogyha jól értem laikusként, akkor ez egy mechanikai nyújtás, tehát nincs benne gyógyszeres kezelés, vagy lézer, vagy hókusz-pókusz, tehát hogy gyakorlatilag ezt mindenki tudja használni? Itt csak a test természetes adottságait használjuk ki, azzal, hogy a gerincet megnyújtjuk. Általában mindenki bírja a fájdalmat, gerinc, váll, nyak, derék, és eljön egy pont, amikor azt mondják mondjuk egy gerincsérnél, hogy ezt műteni kell, és általában mindenki akkor néz alternatív módszer után. Ezen megelőzhető mondjuk egy gerincsérv műtét esetleg? A gerincsérv műtét elkerülhető. Olyan súlyos állapot is kezelhető, ahol már a szakorvos a műtétet javasolja. Ehhez több kezelés szükséges, a beteg állapotától függően kell ezt megállapítani, de több esetben is igazolt, hogy ezek a súlyos állapotok javulnak a kezelés során. Tehát nem csak a súlyos problémák kezelhetők, hanem preventív jelleggel is használható. Ugye a modern korunk betegségei, a fiataloknak a számítógép használat, a telefonhasználat mind ilyen tartáshibákat okoznak, amiből a gerinc problémák kialakulnak. Ezeknek a megelőzésére preventív jelleggel használható. Meg lehet előzni az ülő munkából eredő problémákat, bajokat, és egy évi kevés számú kezeléssel mindazt a káros tartáshibát lehet korrigálni, már azelőtt, mielőtt a fő bajok kialakulnak.